Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Kézi Vezérlés extra nézőit. Hát úgy terveztük, hogy most már a női világbajnoksággal fogunk foglalkozni, meg úgy, hogy vidámak leszünk, és kettőből kettő. Mind a kettő sikerült, egy mosolygós Pignitzi Kriszta van itt velünk, és ez mondjuk szerintem olyan 99,5%-ban köszönhető annak, hogy megnyertük az első két meccsünket a VB-n, a szlovákok és a csehek ellen, és akkor ez már egy félig meddig kérdés is, hogy azt gondolom, hogy ez bármennyire is papírforma volt, és ennek így kellett lennie, azért gondolom, hogy igen nagy megkönnyebbülés. Szia! Sziasztok! Jó reggel nekünk, így egy kicsi időeltolódás van ugye így a késői mérkőzésekkel. Igen, így terveztük ugye, hogy kettőből kettő. Az, hogy ugye ez milyen nagy munka volt, ugye ezt itt a lányok tudják, illetve azok az adatok, vagy hát az adatok mi, hogy ez nagyon nehéz volt belülről is, mint ahogy ti ott láthattok a tévéképernyője előtt, de valóban mosolygósak vagyunk, hiszen azért megvan az első két mérkőzés, ahogy terveztük. Mennyire izgultál miatta most? De most őszintén, tehát hogyha mondjuk föl kellett volna tenni rá egy komolyabb összeget erre a két győzelemre, föltetted volna, vagy azért volt benned egy kis félsz, hogy hú, azért lehet, hogy megcsúszunk valahol. A győzelemben nem voltak kétségeim, az, hogy milyen arányú lesz, inkább az. A szlovákoknál tudtuk, hogy szinte biztos, hogy nyerünk, most ezt így bármilyen nagyképű elmondani, ott ugye a különbség volt a kérdés. Itt a csehekben bíztunk azért abban, hogy így a második fél dőre sikerül úgy megtörni őket, ahogy a szlovákot keményen, és talán az miatt izgulhattunk, hogy ez a győzelem valóban meglegyen. Én is ehhez kapcsolódnék, mert azt hiszem, hogy már itt a korábbi műsorban is pont erről beszéltünk, és nekem is ez volt határozottan az elvárásom, vagy a várakozásom, hogy nem lesznek könnyű meccsek, fogunk bizonyos periódusokba szenvedni, de arra semmi kétségem nem volt, hogy nyerünk. És az tulajdonképpen szerintem itt a fő kérdés, hogy ez a két mérkőzés, ez mennyire tudta építeni a csapatot arra, hogy a harmadikra, amelyik iszonyú fontos lesz, összeálljanak azok a dolgok, amiket vártok. És ebből a szempontból azt szeretném kérdezni, hogy mert hallottam a nyilatkozatát a Vovának, hogy mondta, hogy na ebbe megfejlődtünk, de közben kiderült, hogy ezt meg ezt nem tudjuk. hogy látjátok, hogy mi az a terület, ami tényleg érezhetően jobban mennek a dolgok, jobban megcsinálják a lányok, amit vártok, és hol van az tényleg, ahol megjelentek a vörös felkiáltó jelek a műszerfalon, hogy hoppá, még ezt sem tudjuk el, és valami betöltenek valami adalékot. Ugye nem árulok el titkot, hogyha a védekezésünkben van az a pont, ahol ugye fejlődni kell, főleg a két belső hármas védőnknek az összhangja, az összmunkája. Ugye a váltások, a beálló elleni védekezés, ugye az, amire próbáltunk már az októberi felkészülés alatt, ugye novemberben is, amikor volt egy plusz három napunk, hangsúlyt fektetni, szinte csak védekeztünk egyfolytában, ugye főleg a belső védők. Itt azért van munkánk bőven, tehát a kilépések, váltások, ugye mikor lépünk, lövőszándék, beálló, stb. Itt azért van terület, ahol bőven lehet fejlődni. Itt mi, és ugye a kapussal való összhangban. A támadójátékunk az szerintem sokszor extra, tehát vannak átlövéseink, jók a betöréseink, a beálló munká, beállóvaló kapcsolatban ott is lehetne egy picit fejlődni, de ugye most van az első olyan verseny, első verseny velünk, amikor ugye a pontról pontra ugye lerajzolja, megbeszéljük, hogy mit szeretnénk, mik azok a játékok, amiket kérünk. Ugye lehet, hogy a beállóknak a helyezkedése is új, mint ahogy megszoktak. Itt azért biztos, hogy előrébb kell lépnünk. Talán egy picit a szélsőinket azért jobban foglalkoztathatnánk, hiszen ők azért néha turisták, de mindent egyszerre nem tudunk. Próbálunk így mérkőzésről mérkőzésre előrelépegetni. Ahogy ugye említett, a picit jobb volt a védekezésünk, de akkor ugye a lerohanás visszarendeződésben
szinte partnerek voltak a csehek. Addig, amíg bírjuk, addig mi futni fogunk, ebbe természetesen csúszni fognak hibák, és majd ezt próbáljuk úgy elosztani a következő mérkőzésen, hogy azért így ebből a sok lerohanásból majd azért a németek ellen ne legyen, hogy mondjam, ilyen ámokfutás. Van még egy poszt, vagy nem még egy poszt, még egy olyan pont, ahol mindenképpen van hova előre lépnünk, ez a kapus teljesítmény, mert onnan eddig nem sok segítség jött, de lehet, hogy pont a legjobbkor jön majd, nem? És talán bízhatunk abban, hogy mondjuk Bíró Blaninak azért a kisujjában van, gondolom, Bölk minden egyes megmozdulása, esetleg Stolléjé is, ugye a németekkel játsszuk a következő meccset, nem tudom, hogy így gondolkodtok-e, vagy van-e ennek jelentősége, de hát, ha most kapják el a kapusaink a fonalat. Igen, az első mérkőzésen ugye ott a nagy izgalomban ott kiszolgáltatottá tettük a Blanit, ugye ott nem sok sikerélményt tudott megvalósítani, ugye a tegnapi mérkőzésen ez volt a stáb döntése, hogy így a Melinek a védései segítik a csapatot. Az, hogy a Blani lesz a hétfői nagy mérkőzésen csapatban, ez még vagyis hát nem is csapatban, persze csapatban lesz, hanem hogy ő kapja meg a kezdő pozíciót, ez még kialakulóban van, de nem fogjuk jegelni természetesen a Blanit. Ja, nyilván pontosítanám itt a kapus teljesítményt a tegnapi napon, ugye én is láttam a tévében a mérkőzést, meg a kommentárjait a stúdióban a szakértőknek, akik eléggé elégedetlenek voltak a szikorával, de én is inkább a Vovának a véleményét osztalám, aki azt mondta a végén, hogy nem volt oka cserélni. Egy kifejezetten olyan teljesítményt láttunk a szikorától, hogy akkor védett labdákat, amikor nagyon kellett. Szemben a másik oldalon levő kapussal, aki számba lehet, hogy még többet is védett, de akkor, amikor nagyon kellett volna nekik, akkor mindig mellé nyúlt, és iszonyú sebezhető volt a távoli zónákból, most az ellenfél kapufát mondom, míg a Szikora azokban a periódusokban, amikor nem ment annyira a játék nekünk, és kellett egy-két védés, akkor megfogta a labdákat, meg amikor jött a jó periódusunk, és mentünk, és lőttük a gólokat, akkor is fogott egy párat, és az utazó periódusban pedig nem annyira, de nem mondanám, hogy sok kapus hiba volt, hanem inkább a védekezésnél, tehát azért az ismétléseknél elég jól lehet látni, hogy a távoli lövéseknél azért kiszolgáltatott helyzetben van, hiányoznak a kezek, meg lemaradnak egy kicsit a védők, tehát ilyenkor a kapus azért nagyon nehezen, nagyon nehéz helyzetben van, úgyhogy szerintem az nem volt annyira rossz. A németek elleni meccsen pedig ez tényleg egy komoly felfájás lehet, mert ugyan a Bíró Blani jól ismeri a Stollét meg a Bölköt, viszont a Sziki meg gondolom jól ismeri az összes többi németet, akik Németországban játszanak. Úgyhogy ez egy kacifántos filozófiát igényel majd, hogy eldöntsétek, hogy melyik legyen a kezdőkapus. Igen, ez még kialakulóban van, tényleg a tegnapi vacsoráig csak a cseh mérkőzéssel foglalkoztunk. Ugye a mai napon kezdjük majd el így maga a játékosokkal, hova már biztos hajnali 3-ig a videó előtt ült és a németeket nézte. Ugye a csapat az majd a délutáni nap folyamán kezdi el a felkészülést a német mérkőzésre, a kapusok külön videóznak, tehát igen, ez még egyelőre a délutáni edzésig, vagy a holnapi napig még kérdés, hogy osztjuk el majd az ő pályárlépésüket. Na jó, akkor most szakadjunk el egy kicsit a meccstől, meg a szigorúan vett szakmai kérdésekről, mert annyira el vagytok zárva, teljesen normálisan, olyan keveset tudunk rólatok. Először is engem az érdekelne, hogy ugye ti a Vovával most már elég régóta dolgoztok együtt, de most először dolgoztok felnőtt csapattal, ráadásul ez a magyar válogatott. Mit kell máshogy csinálni, mint a 17-18 éves lányokkal? Itt most már azért felnőtt nők vannak a kezeitek között. Vagy mindent ugyanúgy csináltok ösztönből, aztán lesz, ami lesz. Igazán. Jaj, nagyon szó.
a klubjában ugye azért csak felnőtt, és vannak benne, játszanak, tehát elvileg egy csomó mindent tudniuk kell, még azért az utánpótlásban meg kellett tanítani, vagy jobban el kellett magyarázni, de a lányoknak a befogadó képességével abszolút nincsen probléma, nem csinálunk semmit sem másképp, jól működik a kommunikáció, nincsenek úgymond, hogy én ezt akarom, a stáb azt akarja, tehát tényleg próbáljuk itt közösen egyfelé terelni ezt a csapatot. Nem csinálunk, mondom, úgy különösképpen semmi mást. Segítünk nekik, ők vevők arra, amit mi kommunikálunk. Ugye tényleg nagyon részletesen le vannak bontva az ellenfelek, tehát itt tényleg a taktikai rész az megállítva, szóról-szóra elmondva, és az, hogy most ez mérkőzés közben mennyire sikerül megvalósítani, ugye ott azért nagyon sok összetevője van, de nem csinálunk különösképpen mást, mint a korábbiakban. Mondjad, Attila, hogy... Ja, csak azt még erre úgy egy picit rákérdeznék, hogy az egésznek a hangulatát tekintve meg valahogy azt a feelinget, amit ugye a junior válogatottnál megéreztetek ezekkel a játékosokkal, mert azért hát nem tudom most szám szerint hány, de közel 10 játékos ugye nagyjából abból a keretből van, akikkel dolgoztatok együtt, úgyhogy becsukod a szemed, akkor beleképzeled magad a debreceni szállodába, akkor mi az, amit másképp érzel? Nyilván a kaja más, de a csapatra szemben, hogy mi az, amiben megértek ezek a játékosok úgy együtt, tehát hogy érzel valami különbséget, vagy ugyanazok a fiatal lányok, és most hát nem juniorban játszanak, hanem felnőttben, de nem változtak úgy a összességében. Talán annyi, hogy ugye tényleg otthon kivételezett helyzetben vagyunk azáltal, hogy ugye minden feltétel az adott ahhoz, hogy az élsport, a profi sport működjön. Itt azért Spanyolországban, most így a konkrétan itt az itteni viszonyokról beszélek, itt azért lehet hidegebb van a csarnokban, itt lehet, hogy kicsit koszosabb a pálya, itt tudod, alkalmazkodni kell, ahogy mondtad, az étkezéshez, stb. Ezeket a kis nem is nyűgöket, vagy ilyen napi problémákat kell megoldanunk, de maga a szakmai munka része tényleg nincs, nem kell nógatni őket, nem kell noszogatni, hogy csináljátok, mindenki tudja, hogy miért vagyunk itt. Nem, tényleg nem gondolnám azt, hogy itt most annyi, persze más, mert készjátékosok a rutinosabbjai, a fiatalok egy úton vannak afelé, nem is az, hogy ők még talán lelkesebbek, ők még ezt egy ilyen új, nagyon új dolognak élik meg a napi rutin mellett, hogy persze játszunk bajnokit, játszunk kupameccset, stb., de ugye azért egy felnőtt világbajnokságban itt ezek az újoncok egy picit el tudnak veszni, még talán a Petrát, a Vámos Petrát is így mondom, hogy bármennyire volt olimpián, ugye felnőtt világversenyen, de ugye most van az, hogy ővé a karmesteri pálca, de nem élnek ezzel vissza, tehát nincsen semmiféle olyan visszajelzés, hogy ezekre ne lennének partnerek. Na mesélj nekünk egy picit a körülményekről, hol vagytok egyáltalán egész pontosan? Valenciában van a szállás, így a Valencia egyik külső területén, egy ilyen óriási méretű szállodában, ugye 8 csapat van ebben a szállodában a mi csoportunk, és most bocsánat, nem az oroszok csoportja, tehát tényleg 8 csoport van. 20 perc maximum egy-egy edzéshelyszín, 3 edzéshelyszín van kijelölve, ugye itt beosztották, hogy ki mikor hova megy. Ugye megoldható az erősítő program, a kondi program, amit több csapat is használ így a mérkőzés utáni regenerációban. A csarnok is 20 percre van Líria nevezetű helységben. Teljesen tényleg jók a körülmények, annyi, hogy ugye a csarnokban azért az éjszaka folyamán itt azért lehűl a hőmérsékletével, valóban hideg van. Tegnapi nap volt talán az, amikor egy kicsit kellemesebb, de azért a melegítőt meg a kabátot bőven a lelátón is el lehet viselni, de a technikai vezetőnk elmondása alapján ez itt teljesen megszokott, hogy itt azért a nappali hőmérséklet nagyon kellemes, azonban éjszaka itt a téli hónapokban
elfér egy kabát az emberen. Nem, teljesen rendben vannak a feltételek, jók a viszonyok, jók a közlekedés, nem okoz problémát odaérni A-ból B-be, tehát semmi csúszásunk nincs. Épp akartam igen, mondani ezt. Csak az jutott eszembe a hidegről, hogy láttam, hogy a lányok így lehelgetik a kezeiket, de azt üzenem akkor a Klujber Katrinnak, hogy ilyen légbefúvott vigyen a Fradi pályára, és ahol lehűtik a kezét, mert ez elég jót tesz neki, amikor hidegek az ujjaival, viszonyú jól megy a keze. Úgyhogy tényleg minden gólya után így meglehelgeti az ujjait, hogy fölmelegítse, de ez szerencsés. Hát ez lett a kabalája. Azért vicces, amit mondasz, mert most tényleg direkt megnéztem itt a telefonomon, 15 fokot mondanak már a Valenciában, na most itt meg leesett a hóreggel, úgyhogy gyakorlatilag... Igen, hallottam, igen, hallottuk, hogy azért így is nagyon-nagyon sajnálnak minket, most idézőjelben természetesen az otthoniak, nem tényleg nem panaszkodás, csak ahogy mondtuk a lányoknak, ez otthon azért kivételezett a helyzetünk szerencsére, itt megtalálkozunk egy más helyzettel, amihez alkalmazkodnunk kell, ez lehet, hogy nem egyik pillanatra a másikra, de igyekszünk ezt a részt is így abszolválni, vagy jól megoldani, és jól kijönni belőle. Üzenjük a helyi szervezőknek, hogy minden tök jó, egy kicsit stabilabb netet intézzenek. Közelebbre, mert sajnos elég gyakran itt gurgulázik a hangod, de azért remélem, hogy élvezhető a beszélgetés. Mi újság Nadával, Sacli Nadinnel, hogy van? Hát gondolom, akkor most te is a szobádból beszélgetsz velünk, gondolom, hogy ő gyakorlatilag oda bezárva, mint egy cellába, nem? Ott tölti a napjait, be se mehettek, hát ez nagyon kemény lehet. Hát igen, ő sajnos ugye karanténban van, jól van, egészségügyileg jól van, a lelke az természetesen egy kicsit romokban, de ahogy lehet, kommunikálunk vele, éhen nem fog halni, azt intézzük, tehát minden lehetség földi jóval ellátjuk, így azzal nem lesz probléma. Ugye, ahogy mondtuk, ugye folyamatos a tesztelés, most ugye őt is majd így a COVID szabályoknak megfelelően tesztelni fogják, hogy a karantén letelte után ő majd ki tudjon szabadulni. Amennyire tudom, jól van. Egészség az a legfontosabb. Mennyi a karantén? 10 nap? 10 nap. Igen. Tehát 10 napot akkor is ott kell lennie a szobában, ha közben esetleg negatív tesztet produkál? Erre ugye megvannak a hivatalos szabályok, így a csapatvezetőink ezt a részt intézik. Megpróbálkozunk majd lehet egy kicsit korábbi, úgymond kiszabadítással, amennyire lehetséges. És akkor ez lesz a film, hogy szabadítsátok ki Nadát. Igen. Szoktunk ezzel viccelni, bár így nem az ugye a helyzet sajnos, de igen, ezt így próbáljuk így megoldani, hogy hamarabb jöjjön ki, ha lehet, ugye hát ez ugye természetesen a tesztelés, illetve persze, azt fogják majd eldönteni. Annyi gyorsan elmondok a kedves nézőinknek, hogy akik ma néznek minket, mármint vasárnap, hogy 17:30 lesz harmadik félidő, és ott Nadával telefonon beszélgetünk majd, és akkor elmondja az érzéseit, és hogy is viseli ezt a bezártságot. Mi a mai program, hogy telik a meccs nélküli nap? Most majdnem azt mondtam, hogy szabad nap, de nyilván nem szabad nap, meg valami szabad a mozgásotok? Tehát milyen a COVID helyzet kint, tudtok, ki mehettek? Lehet egy kicsit civil programot is csinálni? A mai program ugye így a késői mérkőzés miatt ugye a kezelések, gyúrások, a regeneráció miatt azért későn kerülnek ágyba a lányok, tehát ilyenkor van egy kicsit több alvásra lehetőség. Szabad reggelink van, így 11-ig be kell fejezni, tehát tényleg ilyen nagyon kellemes vasárnapi délelőtti a programunk. Majd 12:30 van egy regenerációnk, utána egy pihenő videónk van, és este egy termiedzés, ez a mérkőzés előtti program. Ki lehet menni, igen, természetesen minden szabályt betartunk, ugye csak a szobában, illetve az étkezéskor lehet levenni a maszkot, mind a buszban, mind a kinti sétánál, a folyosókon, mindenhol kötelező a maszk, és alapjáraton mi is így kezdtük a megérkezés, de utána itt ugye hivatalosan ez a szabály. Tehát ki lehet menni sétálni, el lehet menni
egyet körülnézni, ugye egyeztetett időpontban, ugye megbeszélve, nincs ilyen szabadon kibemászkálás, de valamennyire azért lehet egy kicsit levegőre menni. Tök jó. Attila? Maradt még valami? Én csak még a német meccsel kapcsolatban, ha már arra készültök, hogy van-e olyan valami, amit ezen a két mérkőzés, amit most láttatok tőlük, feltűnt ahhoz képest, amire számíthattatok korábban, mert ugye itt Magyarországon eléggé itt az Emily Bölkre koncentrálják ezt a csapatot, de mintha nekem úgy tűnne, hogy sokkal kevésbé domináns a játék a német válogatottban az utóbbi pár mérkőzésen, mint mondjuk a Ferencvárosban akár, vagy mint korábban volt. Tehát a veszély a németektől nem feltétlenül csak a Bölktől jön. Igen, jól látod. Viszonyat jó védekezést produkálnak, tehát nagyon magas védőik vannak, és ezt ebből bármilyen furcsa, vagy hát azt gondolnánk, ugye végigviszik a lerohanás, és csak utána van a csere. A Xenia Smith, ő azért nagyon meghatározó mind a védekezésben, mind a lerohanásban. A beálló játékukat nagyon jól használják, nagyon jó a páros kapcsolatuk a beállóval, illetve ugye az irányítójuk, a Grisiels meghatározó. Igazándiból ennyit láttunk, vagyis hát nem is az, hogy ennyit láttunk, ugye a Vova már biztos része, persze, vagy hogy mondjam, pontról pontra tudja a játékukat, de igen, egyelőre az Emily nem tűnik kiemelkedőnek, hanem sajnos, vagy ami megnehezítheti a dolgunkat, hogy tényleg a bal széltől a jobb szélig szinte minden poszton eredményesek, és minden poszton eddig jó játékot mutatnak. Reméljük nem holnapra tartogatja magát az Emily, vagy pedig, ha igen, akkor pedig jönnek a mi kapusaink, ahogy mondtátok, és akkor majd ők szépen olvassák. Fel kell készülnünk becsülettel, igen, hogyha itt szeretnénk azért 4 pontot tovább vinni, nem csak 2-t a következő fordulóra. No, hát akkor nagyon szurkolunk nektek. Köszönjük szépen, hogy itt a reggeli órákban beszélgettél velünk. Pihenjetek, regenerálódjatok, és verjétek meg holnap a németeket. Nagyon szépen köszönöm, köszönjük a csapat nevében is. Mi is köszönjük. Minden jót. Sziasztok.